ami tulajdonképpen a csúcsa az emberi életnek, és a csúcsa egyáltalában az egész fejlődésünknek, amit sajnos mi mindjárt nem tudunk megtenni. Az idézet. Isten minden nap elmondja nekem, hogy a valódi csoda nem a vízen járás. A valódi csoda minden egyes emberi lény szívének a szeretése. Ez így szép, jó, bólongattunk, kedves. De gondold meg, minden egyes emberi lény. És ebben kik vannak benne? Nem csak a jók, nem csak a szeretetre méltóak, hanem mindenki. És azok is, a legdurvábbak is. Ez egy nagyon kemény dolog. Ez pont olyan, mint Jézusnak a kijelentés. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Fele barát pedig minden bolygón élő lény. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, de nem lehetetlen. Most megmondom miért. Ez mondja, hogy minden emberi lénynek a szívét kell szeretni. Tehát nem azt mondja, hogy minden emberi lénynek a természetét én szeressem. Az embereknek a természete sokszor olyan, hogy valójában elítélendő, utálatos, az állat mellettük szuper, gyönyörű lény, még a tigris is, meg a többiek. És sajnos, hogy vannak ilyen természetű emberek. Úgyhogy itt miből áll az ember? Nézzük meg, mi az a szív. Az embernek van egy teste, a fizikai teste. És úgy gondoljuk, a test a legfontosabb. Hát valóban a legfontosabb, mert ha nincs testünk, vagy meghalt a testünk, akkor nem vagyunk már itt a közösségben, a bolygón. Tehát a test a legfontosabb. De az egymással való viszonyunkban mégsem a test a legfontosabb. Mert ha egy test nem is szép, nem is jó, el tudom fogadni. Hát ő olyan, de az egy kedves ember. Érdekes, nem? Csúnya, utálatos, de kedves ember. Tehát nekünk nem a testtel van a problémánk, a gondunk egymás között, hanem a testet körbe ölelő energiamezővel, amit mi belülről kiengedünk. Amit mi belülről ugye prezentálunk, kimozgatunk, ahogy viselkedünk. A viselkedés nem más, mint bizonyos energiáknak a kiadása. És ezzel van nekünk a bajunk. Egymás között. Tehát nekünk a nagy problémánk az életerővel, a vitális lénnyel van, amelyik mindenkit le akar győzni, agresszív tud lenni, és az értelem. Ezekkel az ember valóban állatnál alacsonyabb tud lenni. És ezeknek az energiáival, ha az ember lefele megy, és nem fölfele megy, akkor lesz belőle diktátor, terrorista, tömeggyilkos, bármi más. És nekünk azzal van a problémánk, hogy az emberek ezeket az erőket használják. Még egymás közt a családban is. Tudunk gonoszak lenni, elutasítóak, kegyetlenek, és itt tovább. Ez mindenki ismeri. Munkahelyen, bárhol. És ez a vitális lényünkből jön. A vitális lényünk az még az állatitól. Azt kellene átalakítanunk. Na de ezeken túl, mindezeken túl, és ugye az értelem, a szemed szemét fogad fogért, és én nem bocsátok meg neked, mert nem érdemled meg, és nem vagy jó ember, és így tovább. Ez mind csak a természetünk, amit mi hordozunk a testen és a test körül. De mindezeken belül az embernek van egy szíve. Igaz, hogy sokról azt mondjuk, hogy szívtelen, és azt mondjuk, ennek nincs is szíve. De ez nem igaz. Mindenkinek megvan a szíve.
És mindenkinek megvan egy finom, kedves, szuper szíve. De azt úgy el tudja rejteni, és úgy el tudja folytani a negatív energiákkal, hogy azt nem is látod, és valóban nem tud előtérbe jönni. Na most a probléma az, hogy az embernek a szíve a kapcsolat a lélekkel. És a lélek bennünk az isteni rész. Minél nyitottabb a szív valakinél, minél kedvesebb, minél szeretőbb, mert a szívből jönnek ez, és minél több öröm van benne, vidámság, lelkesedés, és így tovább. Tehát a szív, ha megnyílt, annál több isteni dolog jön ki. Na most ezek az emberek, akik befolytják a szíved, azok tulajdonképpen befolytják az útat kifele is. És nem tud semmi isteni belőlük kijönni, csak istentelen. De ez nem jelenti azt, hogy nincs szívük. És tulajdonképpen mindegy, hogy ki milyen ember, mindegy, hogy ki veled hogy bánik, meg lehet tanulni az emberek szívét szeretni. És meg lehet tanulni mindenkinek a szívét szeretni. Elmesélek ezzel kapcsolatban egy érdekes történetet, ami az én életemből van. Ezelőtt egy pár évig én abban a naív elképzelésben éltem, hogy nekem nincsenek ellenségeim. Mert én senki irán nem voltam ellenséges érzéssel, én nem tudtam, hogy ellenség nekem lenne, hát mi is lenne, mikor én tökéletes vagyok, ugye? Gondolom, ti is mindazok vagytok. Tehát ezért nincs nekünk ellenségünk. Na de ez a helyzet egy kicsit megváltozott, mert robbanásszerűen a lappangó ellenségeim, a láthatatlan ellenségeim kitörtek, és engem megtámadtak. Én a szegény gyermek. Tönkre voltam menve. És felfedeztem, hogy úgy a semmiből hirtelen nekem ellenségem rengeteg van. És én teljesen kinyírodtam attól az erőtől, ami belőlük jött. De nem attól nyírodtam ki, akkor én nem tudtam. Én azt hittem, az az ő erejük, de az az én ellenszenvem volt, amit termeltem magamba irántuk. Amivel én válaszolni akartam nekik. Amivel én nekik meg akartam mutatni, hé, ha így erőlködsz, én is így tudok erőlködni. Tehát az erőt tulajdonképpen azt mi termeljük, amely minket tönkretesz. Na de akkor aztán jött egy borzasztó, gyomorfájásos, katasztrofális, rossz, depressziós állapotom. Beteg voltam. És én tudtam, hogy ebből a betegségből engem senki sem visz ki. Én magam kell kimenjek. És ez a gyomorfájás életemben nem fájt a gyomrom, pedig képes voltam egy liter konyakot is meginni. Még akkor sem fájt a gyomrom. A gyomrom mindent kibírt, de ezt nem. Amit magamnak termeltem. És akkor elkezdtem. Ugye a fő dolog, csak hogy tudjad, a spiritualitásban, ha problémád van, legelőször a hálával kell próbálkozni. És akkor én elkezdtem venni a hálát, és hálás kezdtem lenni a tapasztalatért ezeknek az embereknek. És a lelküket idéztem meg, és mindenik lelkével beszélgettem, hogy én neked hálás vagyok. És képzeld, de ezzel elmúlt a gyomorfájásom, el is jutottam egy semleges állapotig, de ez még nem volt igazi megbocsátás. Az igazi megbocsátás felejtéssel jár. Az igazi megbocsátás szeretettel jár. Az pedig. Még mondtam is a barátaimnak, te, ha én valaha ezeket az embereket szeretni fogom, akkor tudjad, hogy Isten megvalósított vagyok, olyan, mint Jézus. És ide nem tudtam eljutni. Tehát a megbocsátást én ott tanultam meg, hogy milyen az. Hallgass meg! A megbocsátás két részből áll. Egyik dolog, belső, magaddal szemben. Meg kell bocsáss magadnak. Nem vagy hibás? Nem baj. Úgyis meg kell bocsáss magadnak. Ritka helyzet az, hogy benned ne legyen semmi probléma. Bennem is biztos voltak ilyen-olyan problémák, én nem is vitatom. Nekem jó kemény egóm volt, és azzal én tudtam harcolni. De
Meg kell bocsáss magadnak. Ha egyebet nem, legelső sorban azt kell megbocsáss magadnak, hogy ellenszenved gyártottál, gyűlöletet gyártottál a saját magaddal szemben, és azt magadban hordoztad. Tehát te tulajdonképpen szembeszegültél a szíveddel, a lelkeddel. Meg kell bocsáss egyszer magadnak. És ha magadnak nem bocsátasz, meg nem jön a béke. És ha magadnak nem tudsz megbocsátani, akkor nem jön a külső megbocsátás sem. Ez a helyzet. Minden magunkon kell kezdjünk, a spiritualitás ezt tanítja. És ezzel minden működik. Na, én átmentem ezen, és elkezdtem ezt a megbocsátást. Utána pedig meg kellett bocsátani nekik. Nekik megbocsátani nehéz. Magamnak megbocsátani azért olyan nehéz, mert az embernek az egója és a büszkesége támad föl. Nem én vagyok a hibás, mit bocsássak én meg magamnak? Én jó vagyok. Tehát az egód nem enged. Másnak azért nem tudsz megbocsátani, mert ha ellenséged vagy rosszat tett neked, vagy bármi van, akkor nem tudod a szeretetet belevinni a játékba. És szeretet nélkül nincs megbocsátás. Tehát ha valakinek meg kell bocsáss, el kell kezdjed keresni, miután magadnak megbocsátottál, el kell kezdjed keresni az illetőbe, hogy mit lehet szeretni benne. És rájössz, hogy semmit. Mert hát ezek ilyenek. És akkor jön a szív. Hé! Az a mosoly, a kedvesség, ami mindenkiből ki tud jönni, lehet, hogy nem veled szemben jön ki, de ki tud belőle jönni, annak van egy helye, egy forrása. És azt el kell kezdjed szeretni. Na, én nekiültem, vettem sorba az ellenségeimet, név szerint, személy szerint, és rájuk meditáltam. És én mindeniknek kibontottam a szívét. És mindeniknek kezdtem szeretni a szívét. És képzeld el, eljutottam egy olyan állapotig, ahol ha rájuk gondolok, bármikor vagy bármiféle dologgal, mind csak a kellemes emlékek jutnak nekem eszembe. Mert ugye én ezeket mind ismertem már régről, és sok kellemes emléke volt. A másikok pedig egy ilyen mosolygós ködbe vesznek. Hát igen, az megtörtént. Ebből ki lehet menni. Az embert lehet szeretni. És mindegy milyen. És gondolj a következőre, hogy megtanuld a másoknak a szívét szeretni, ülj le, és kezdjed a szívedben magadot szeretni. És ott bent a semmiben, bent belül a belső világodban képzeld el, hogy ott van valaki, aki szeret téged. Ez egy csodás dolog. És ezt a szeretetet, hogy minden nap gyakorolva rájössz arra, hogy hú, egész más a helyzet velem, valami könnyű lett. Na akkor a másik emberekbe kezdjed, ha nem is látod, ha nincs is még gyakorlatod arra, hogy hogy menj a szívébe és azt szeresd, már ha meglátod is, mondjad, én a szívét szeretem. A szívének a tulajdonságait szeretem. És mivel neked már megnyílik, nagyon könnyen meg lehet ezt tanulni. És hidd el nekem, hogy bármennyire is hihetetlen, de még az anyósodat is tudod. Így van. Pedig az egy komoly téma, hogy ezt tudjuk mindjárt, hogy ez egy teljes más. Ugye az a Jézusi szeretetnek a csúcsa, Jézusnak könnyű volt, mert nem volt anyósa. Gondoltad meg valaha ezt? Így könnyed, család nélkül, úgy. Tehát a szívünkben kell lássuk és szeressük őket. Még egy szeretet. Idézet. Isten újra meg újra elmondja nekem, hogy ne vegyem el a munkáját. Az ő munkája megváltoztatni a világot. Az én munkám szeretni a világot. És ez egy borzasztó, fontos dolog lenne az életedben. Ha nem próbálnád azt a hülye kréket megváltoztatni, csak szeretnéd,
és őszintén feltétel nélkül, akkor egy csoda történik. És bármivel, egy helyzettel, egy akármivel elengeded, ne azt mondod, ez van, ilyen. És kezded szeretni. És nézd meg, hogy egy csoda történik, és megváltozik a helyzet, vagy a gyerek, vagy akár, vagy a te hozzáállásod, de valami változik. És ez a csoda nem egy csoda. Ez a csoda, ez a törvény. Istennek a munkája változtatni, te munkát szeretni. Ha te a munkádat elvégzed, akkor Isten is elvégzi az ő munkáját. Tehát én azt mondom, hogy ez egyik sarkalatos tanulási lehetőség az élethez, a spiritualitáshoz, a mindennapi boldogsághoz. Ne változtasd, és ne próbáld, hanem hagyjad, hogy Isten végezze el a munkáját. Én nagyon sokszor járok így. Azt mondom, ez így nem megy. Ez tényleg katasztrófa, de hát én ezt elfogadom, rendben van. És kezdem szeretni azt a rossz dolgot. És úgy, hogy beengedem magamba, és szeretem. És megváltozik. És olyankor gondolkozom, meditálok, és mondom, Isten, most tisztázzuk le. Ezt én csináltam, tőlem van, vagy tőled van? És jön egy válasz. És képzeld el, hogy a válasz az. Miért van valami különbség közte? És én megmondom, hogy ez a válasz miért van. Mert minden, amit te csinálsz, azt Isten csinálja. Főleg, ha szeretsz. Képességet a szeretetre Isten adja meg. Vannak emberek, akik szeretet hiánytól szenvednek. És azt mondják, hogy én nem tudok szeretni, mert engem nem tanítottak meg szeretni. Én azt mondom, nem akar az illető szeretni. Mert kialakult egy dac benne. De mindenki meg tud tanulni szeretni. A legkönnyebb megtanulni szeretni, ha Istent kezded szeretni. Ha tudsz benne hinni, vagy elképzeled, teljesen mindegy. Mert az isteni kegyelem egy perc alatt meg tud tenni olyat, amit te egy egész élet alatt nem vagy képes megtenni. Utána kezdjed önmagadot szeretni, a szívedet szeretni, önmagadban Istent szeretni. És ha ezt te ismétled naponta nem egyszer, 10-szer, 20-szor, 50-szer, te elfelejted, hogy szeretet hiányba szenved. Úgyhogy a szeretet, az minden. Mi pedig igazságharcosok vagyunk. De mit ér az igazság? Semmit. Igazság mindenben van. Még a rosszban is. Igazság mindenben van, de a szeretet minden, mondja az én gurum.